Mai időjárásunkban a legtöbb helyen nem a felhők játsszák a főszerepet, ezt érdemes ezt kihasználni, hiszen a folytatásban újra befelhősödik az ég. Üdvözlöm az M1 nézőit, Fejős Ádám vagyok. Frontmentes időre számíthatunk, egy hatalmas, középpontjával Kelet-Európa felett lévő anticiklon van ránk hatással, ráadásul ez az anticiklon egészen a brit szigetekig elnyúlik. Éppen kitakarok egy olyan ciklont, ami tőlünk délkeletre örvénylik majd a folytatásban, de ennek várhatóan számottevő hatása nem lesz a Kárpát-medence időjárására. Megkezdődött december, így decemberi hőmérsékletre is lehet itt készülni, 5 fok körüli csúcsértékekkel. Mindjárt mutatom, hogy részletesen hogyan alakulnak a csúcsértékek, viszont mivel ez az anticiklon a hűvösebb, fagyosabb légtömegeket őrzi, ezért a keleti áramlással a kontinens nagy részére hasonló hőmérsékletű levegő érkezik. A kontinens nyugati partjai azért jóval enyhébbek, természetesen a mediterrán térségek nem különben. Az előttünk álló néhány órában csökken a felhőzet mennyiség, illetve a közfoltok is feloszlanak majd, ahol egyáltalán kialakultak. Északkeleten, északon és az ország középső részén lesz a legtöbb napsütés, délen, délnyugaton a legkevesebb, az utóbbi területeken a Dráva tágabb környezetében még akár lecsengő gyenge eső is előfordulhat az Alpok alján, akár benne van a pakliban a kisebb havas eső is. Itt a déli Kárpátokban, de a délkeleti Kárpátokban és a déli Kárpátokban pontosabban az esti időszakban gyűlökeznek majd a csapadékot adó felhők. Láthatják is, a színezésből jól kiderül, hogy ez bizony újabb hóréteget jelenthet majd arrafelé. A hőmérséklet a döntően észak-keleti áramlás mellett általában 2 és 7 fok között alakul. A napsütés hatására egyébként emelkedhet a hőérzet, úgyhogy a 6-7 fokot esetleg 8-9-nek érezhetjük, de nagyon melegünk valószínűleg nem lesz. Pénteken lesz a leghidegebb, ekkor érdemes mindenféleképpen téli kabátban közlekedni, ha még egyelőre ez a mai légköri helyzet nem tenni ezt indokoltá. Megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, csapadék is várható, nem csak eső, hanem havas eső formájában, a magasabban fekvő területeken havazhat. Szombaton sem kizárt a további csapadék, de akkor szakadozottabb lesz a felhőzet, majd az újabb, nedvesebb léghullámok érkezése vasárnaptól esedékes. Innentől kezdve 2-3 napig inkább a borongós idő lesz a meghatározó, és a jelenlegi számításaink azt mutatják, hogy keddtől kezdve szakadozhat számottevően a felhőzet. Ma a világ első időjárás befolyásoló kísérletét elevenítjük fel önöknek. A pontos idő 1891. augusztus 17-e dél. A helyszín Texas. Az ember a tudomány segítségével akar esőt fakasztani. Meleg van, csak a kalap véd az égető napsütéstől. A helyi marhafarmok körül már igen nagy a szárazság. Ekkor egy csapat klíma-alkimista érkezik a területre, a lovak tonnaszámra meg vannak pakolva dinamittal, még egy hőlégballont is összeállítanak, ugyanis bizonyítani akarják Edward Bowers azon elméletét, miszerint a csaták közelében megnövekszik a csapadék képződés. Az egykori generális szerint a dinamitok robbanása, a zaj összetereli a felhőket. Hatalmas robbanás hallatszik, és füst kerekedik. Lásd csodát! 20 perc múlva elered a záporeső. Ma már tudjuk, hogy ennek oka a levegőbe kerülő nagy mennyiségű füst és por, amelyek természetes kondenzációs magvakként elősegítették a felhő és csapadék képződést. Elárulok egy titkot, nekem már az ujjamban van a meteorológia, csak csettintek és eltűnnek az esőfelhők, kisüt a nap. Ennek megfelelően felhőtlen időtöltést kívánok. Viszontlátásra!